Van olyan, hogy kismama ruha. Civilek is megállnak és felajánlják feleslegessé vált ruhaneműiket a Kárpátaljáról érkező menekülteknek Barabáson. Hasonlóan más településekhez itt is a művelődési központot alakították át melegedővé. Folyamatosan készültek a szendvicsek, meleg teából, gyümölcsből és konzerv élelmiszerből sem volt hiány. Ez a kisgyermek édesanyjával érkezett a beregszászi járásból, Isaszegre tartanak rokonokhoz, de bíznak benne, hogy hamarosan visszatérhetnek otthonukba. Mindenki fél mi felénk, mert ha átlépjük, azt mondják a hágót, akkor nekünk is. Mindenki menekül, az oroszok jönnek lefelé a hegyekből, a magyarok pedig jönnek átfele ide, ugye Magyarországra, akik ott élnek Kárpátalján. A Barabásra érkezők elhelyezésében a katolikus Karitász munkatársai segítkeznek. A határon átlépő menekülteket a szervezet kis buszaival és Barabás önkormányzatának járműveivel szállítják a melegedőbe. Nagyon sok ember csak átutazóba érkezik, tehát nem veszélyeimbe, csak bejön ide, esetleg egy teára is utána utazik tovább, viszont éjszakára megternek, tehát elég hideg éjszakáink vannak, megternek ezek a melegedők. Már több helyen csináltunk ilyen meleg helyeket, ahol ezeket az embereket, különböző a kisgyerekes családokat el tudjuk látni. Ez pedig már Tisza Becs, itt a helyi általános iskolában alakította ki melegedőt a menekülteknek. Hétfőn több mint 4000 ember jött át a határon, közülük csak nem 2000 ember fordult meg ezen a helyen, több mint 300-an pedig az éjszakát is itt töltötték. Rengeteg felajánlás érkezett ide is az elmúlt napokban, hatalmas mennyiséget raktároztak el vízből, alapvető élelmiszerből, pelenkából, ruhaneműből és ágyneműből egyaránt. Nem egyszerű feladat, nagyon sok segítség érkezik Tiszabecsre, nagyon sokan hoznak és segítenek, a telefonom állandóan csörög, de ennek örülök, hogy kis Magyarország összefogott, és együtt érzünk azokkal az emberekkel, akik nem csak magyarok, akik ukránok is átjönnek, és akkor igyekezünk őket fogni, és mindenbe segítségeket tudunk nekiek adni, amiben csak kérnek. Tiszabecsen az oktatást más intézmények épületeibe szervezték ki. Az iskola teljes területét a menekültek befogadására és az adományok elhelyezésére használják. A határmenti és a határközeli települések már az első naptól kezdve szervezték a munkát, de távolabbi helyekről is érkezik segítség. Debrecenből Kósa Lajos országgyűlési képviselő hozott csomagot a bajba jutottaknak. A térség országgyűlési képviselője Tilki Attila azt mondta, példátlan együttműködés jellemezte az elmúlt napokat. Öröm látni azt, hogy összefogás van, és a szatmári településekbe segítenek egymásnak. Egy kicsit változott most a helyzet, a korábbi határ közelében tapasztalható állapotok, azok most kicsit arrébb kerültek, megváltozott a struktúra, itt ugye a rendőrségnek, a készenléti rendőrségnek komoly szerepe van, de ugyanúgy számítanak az önkormányzatok és az emberek összefogására. Sok embernek hihetetlen, hogy egy itt élő ember önszántából odafigyelve a nehéz sorsú ideérkező emberekre mennyire jó szívű és mennyire szívéviseli a onnan érkező emberek sorsát. Mivel a tűzszüneti tárgyalások eddig nem vezettek eredményre, a menekült áradat a várakozások szerint a következő napokban sem enyhül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 határátkelő helyén.